Sziasztok! A heti szakaszban, a Vajakhélban szó van arról, hogy a zsidók hoznak adományt abban a célból, hogy épüljön fel a szentély, és folyik az építkezésnek a munkája. Igen ám, de aztán kiderül, hogy már bőven van már elég alapanyag, már nincs szükség többre. És erre azt mondja a Tóra, hogy Mózes, vagy Száv Mose, Mózes megparancsolta, és kihirdették, Aliasu od melacha. És parancsot adott Mózes, és ők hírt vittek a táborba mondván. Férfi vagy nő, ne fejtsen ki több munkát a szent adomány hozásában. Ne végezzen több munkát, és így ne hozzanak még több adományt. Erre felmerül a kérdés, nem az a probléma, tesznek munkát vagy nem, hoznak vagy ne hoznak. Azt kellett volna kihirdetni, ne hozzanak többet. És kész. Miért megy egy lépés még hátra, hogy ne végezzenek munkát az adomány érdekében? A válasz erre az nagyon sokszor van az, hogy az ember nagyon lelkes, érzelmileg teljesen el van kötelezve és minden. Erre a zsidóság azt mondja, hát az, hogy az érzelmekben és az, benne vagy a zsidóságban, hogy az nem elég cselekedni. Cselekedet, az a fontos. Erre, amikor van cselekedet, az az igazi motor, az, ami előre viszi az ügyet. Az érzelmek nem elége. Erre azt mondja a Mózes zsidóknak, ne végezzenek több munkát a szentély javára, mert ha van munka, van cselekedet, akkor az fogja hozni maga után, hogy hozzanak még adományt is. Ha megáll a munka, marad az érzelem, akkor már nem lesz, már nem fognak hozni többet. És ez a hangsúly arra, hogy ne tegyenek cselekedet, mert a cselekedet egyik micva hozza a másikat, a többi micva. Micva goréret micva. Erre, ha nem abba fogják hagyni, és nem lesz már több cselekedet, akkor biztos, hogy nem lesz további adomány. De ha csak ha érzelmek lesznek, attól nem tartott Mózes, mert az érzelem az nem mindig hoz, nem visz konkrét eredményre. Szóval a fontos a zsidóságban az a cselekedet, és ne elégszünk meg abból, hogy érzelmek megvannak. Köszönöm szépen!